Következő egyelőre záró epizódjához érkezett a már eddig is sok vihart kavart top 10 sorozat. Ha újra kezdeném, részben vagy egészében biztosan másképp csinálnám, és egyszer majd biztosan neki látok újra egy sokkal aprólékosabb felosztás alapján, de ez most ilyen lett, vállalom minden furcsaságával és következetlenségével. A mai rész a magas embereké, vagyis a centereké, a klasszikus erőcsatároké és a mezőnyt széthúzó stretch négyeseké. Sziasztok, én Baska vagyok, és ahogy megszokhattátok a lista, csak az elmúlt 30 év játékosaira korlátozódik, akiket fénykorukban láthattam a pályán. Emellett objektív tényeken alapul, de ezer helyen átszövik az emlékeim, a szimpátiám, szóval alapvetően szubjektív. Emiatt ez az én listám is tök oké, hogyha neked más nevek szerepelnek rajta, más sorrendben. Ettől még se te, se én nem vagyunk hülyék, de legalábbis biztosan nem. Természetesen most is vannak kimaradók, akik közül néhányat próbáltam volna becsempészni, de nem ment. A még aktív játékosok közül Davisnek és Jokisnak van a legnagyobb esélye arra, hogy egyszer majd megostromolja a top 10-et. Ezen a dolgok jelenlegi állása szerint még az változtathat, ha Embiid Reverse mellett mondjuk megtátosodik, és a következő szezonokban a Philly a főcsoportdöntők meg a döntők visszatérő szereplője lesz. Ők még változtathatnak a sorsukon. Néhány legendát azonban már csak a ti kommentjeitek emelhetnek be a top 10 közé. Ide tartozik generációja egyik legsokoldalú erőcsatára, aki ma is kiválóan megállná a helyét, Chris Webber. Ide tartozik a legendás George Towny trio, Patrick Ewing, Dikembe Mutombo és Alonzo Morning. És ide tartozik Morning egykori csapattársa, személyes kedvencem, az első játékos, akitől mezen volt, Larry Johnson. Na de akkor kik kerültek be? Nézzük! Amerikának minden idők egyik legsokoldalúbb centeréből már csak a fékezett habzású verzió jutott. Hiába draftolta le a Blazers már 1986-ban, esélyesen volt egy tengeren túli karrierre, mivel a Szovjetunió meg akarta őrizni a 88-as Szőuli olimpiáig az amatőr státuszát. Jó ötlet volt, mivel a szovjetek Szabonis játékának is köszönhetően átléptek az egyetemistákból álló amerikai válogatotton és aranyérmet nyertek, mozgásba hozva azt a gépezetet, amely majd négy évvel később életre hívja a csorbát kiköszörülni hivatott Dream team Barcelonában már a Litván válogatott alapembereként bronzérmet nyert, de a dobogóra a szószoros értelmében nem tudott felállni, nem volt olyan állapotban. Napokkal később találták meg az olimpiai falu női sportolóknak fenntartott részlegében. Végül 1995-ben ért ki Portlandbe, de az atletikussága Európában maradt. Olyan rossz állapotban volt, hogy csak kicsit volt vicc a Blazers szakvezetésének a részéről, hogy csak a röngennyi alapján jogosult lett volna egy mozgás sérült parkolókártyára. Fénykorában egyszerre volt meg benne Larry Bird, Pete Maravich és Karim Abdul-Jabbar. Úgy tudott labdát vezetni, passzolni és dobni, akár a triplát is, mint a posztján előtte senki. 30 évesen egyszerre lett második az év újonca, és az év hatodik embere választáson. Tengeren túli pályafutása minden évében bejutott a Blazerszer a rájátszásba, de be kellett térnie két főcsoport döntővel. Minden idők egyik legdurvább mi lett volna ha sztorija az övé. A két lábon járó anatómiai atlasz. Erős a verseny, de tartom, hogy se előtte, se utána nem láttál a parkettán nála jobb felépítésű játékost. Ő volt a kötelesség tudat mintaképe. Talán azért, mert nem is sportolónak készült, hiszen 11-es korában még csak 175 centi magas volt. Aztán gyors növésnek indult, de még így is pont megfelelt a haditengerészeti akadémia előírásainak, ahová a hajók és tenger alatt járók méretei miatt csak két méter alatti gólyákat vettek fel. Azt hitték meg át a növésben. Évedtek. Másodéves korában már 213 centi magas volt, így eldölt, hogy hiába diplomázik le, sosem szolgálhat majd hajón. Ekkor került a kosárlabda az érdeklődése középpontjába, kiárta az akadémiát mind a négy évet, és mire végzett? A gimnáziumban csak hébe-hóba kosarazgató srácból az ország legjobb egyetemi játékosa lett. A San Antonio még úgy is elvitte egy per egyben, hogy tisztában voltak azzal, hogy két évig nem számíthatnak az admirális becenévre hallgató Robinsonra, amíg le nem tölti a kötelező szolgálati idejét a haditengerészetnél. A Spurs még fizetést is adott neki, nem is keveset. A liga két legjobban kereső játékosának a bérét átlagolták. Már 24 éves volt, mire bemutatkozott az NBA-ben, természetesen ő lett az év újonca, és a spurs a liga jobb csapatai közé katapultálta. Szemegyönyörködtető volt a játéka, a makulátlan lábmunka páratlan ütemérzékkel és finom kézzel párosult, és bármennyire is hülye ez a kifejezés, a liga egyik leggyorsabban ugró játékosa volt. Előrébb is végezhetett volna a listán, de a pályafutása nagyon lassan indult be. Eleve későn érkezett, aztán hat év alatt volt öt edzője, és nem tudtak köré összerakni csapatot. Ráadásul a hithű keresztény Robinsonból hiányzott a vérszom is, amire talán szüksége lett volna, hogy önerőből átverekedje magát a nyugati főcsoporton, amihez kevés segítséget kapott, emiatt rendszeresen ketten, hárman fogták. Az említett áttörés végül csak Tim Duncan mellett sikerült neki, először 1999-ben, másodszor pedig 2003-ban bajnok lett. Rodmanről már sok szó esett a csatornán a Les Dance kapcsán. Biztos, hogy lesz, akit kiakaszt, hogy mit keres Ewing, meg Sabonis, meg Robinson előtt, és részben igazuk van, igazatok van hiszen ezen a listán fénykorában mindenki a világ elitjébe tartozott támadásban, Rodman pedig a legjobb szezonjában sem átlagolt 12 pontnál többet. A pályafutása végére pedig annyira elhanyagolta a játék ezen aspektusát, mondjuk Jordan Pippen meg Kukocs mellett belefért, hogy a pontszerzés az sokkal inkább ilyen stratégiai fegyver lett, amivel azonnal lázba lehetett hozni a chicagói publikumot. Amire azonban a palánkok alatt képes volt, az párját ritkította. Zsinorban hétszer volt a liga lepattanozó királya. No, abban például B. Simon szerint az is szerepet játszott, hogy idő után elhanyagolta mondjuk a besegítéseket védekezésben, hogy ne szúrja el a tökéletes pattanó pozíciót. Emellett védekezés is nagyon tudott. Nem csak azt vágta, hogy ki indul mindig jobbra, meg kit kell előről fogni, de azzal is pontosan tisztában volt, hogy kinek hogyan lehet belemászni a fejébe. A mestere volt a pszichológiai hadviselésnek, csak a, a buddhista szerzetesek meg, a, meg az angol királyi testőrség tagjai lettek volna arra képesek, hogy megőrizzék mellette a hidegvérüket. És a Faszi egy született győztes volt. Három városban tíz főcsoportdöntőt játszott, emellett ugyancsak tíz alkalommal szerepelt 50 és öt alkalommal 60 győzelmet elérő csapatban. A rájátszásról pedig mindössze egy alkalommal maradt le. Ötszörös bajnokként vonult vissza, és hatalmas meglepetésre még mindig él. Tony Stark bekaphatja, az igazi vasembert Karl Mellonnak hívják, és ehhez még páncélra sem volt szüksége. 18 évet húzott le a Utah Jazznél, ahol ez alatt írd és mond 10, mondom 10 meccset hagyott ki 18 év alatt. Egy olyan korszakban, amikor a kosárlabda még kvázi kontaktsport volt. Nem tudom elképzelni, hogy ezt a rekordot valaha meg fogják dönteni. És ha már rekordok, a statisztikák alapján sokkal előrébb lenne a helyezen a listán, hiszen 14-szeres all 11-szeres All-NBA, kétszeres MVP, a liga történetének második legjobb pontszerzője, emellett senki nem dobott rá nála többet, büntetőből is senki nem dobott be több büntetőt, mint ő. Három fő fegyvere a gyorsaság, a fizikum és John Stockton volt. A méreteihez képest különösen meglepő gyorsasága abban segítette, hogy a jazz gyors indításainak rendszeres befejező embere legyen. A fizikuma abban, hogy átgázoljon mindenkinek, aki elé John Stockton pedig abban, hogy a tökéletesekre fejlesztett zárás leválásokból könnyű kosarakat szerezzen, akár a gyűrű közvetlen közeléből, akár pályafutása második felében középtávolról. Ha már fizikum és ha már John Stockton, ketten együtt a liga történelem egyik legmocskosabb dúóját alkották, egyik őjük sem kért, de nem is adott kegyelmet. És az utókor sem kegyelmes Mellonnal szemben, hiába a páratlan statisztikák, az elveszített döntők és főleg a körülmények. A kulcsfontosságú szituációkban elhibázott dobások, eradott labdák örök foltot hagytak a karrierjén. A pályafutása végén még megpróbált a Lakerszel egy bajnoki címet nyerni, de a vasember páncélja eddigre megrepett, és a sérülések miatt a Detroit elleni döntőben már nem tudott meghatározó ember lenni. Kakuk tojás a listán, hiszen a tényleges magassága alapján akár nagyra nőtt irányítót is játszhatott volna. Ha már magasság, a liga történet egyik legnagyobb ködösítése az ő valós paramétereihez kapcsolódik. Rendszeresen 6 láb 6 magasnak írták, ami ugye megegyezik Jordanével, aki kettest játszott, tehát mint kiderült az igazság bárklinál közelebb állt a 6 láb 4-hez, ami 193 centi. Számomra máig rejt, hogy egy ilyen alacsony játékos, ilyen magas testzsír százalékkal hogyan tudott legendává válni a paramétereit meghazudtoló módon fürge őzikeként rohant végig a pályán, félelmetes befejező ember volt és gorillaként küzdött a palánk alatt a labdákért. 87 és 90 között a támadó palánk alatt csak nem 5 pattanót átlagolt, volt olyan negyede, amikor 11 alkalommal juttatta a csapatát második esélyhez. Amikor nem tudott rohanni vagy káoszt okozni, akkor a súlyával, egészen pontosan a seggével dolgozott. Miatta hozták azt a szabályt, hogy 5 másodpercig lehet csak az NBA-ben tolatni, mert volt olyan, hogy Bartlinál 20 másodpercig ez volt a műsor. Ahhoz, hogy valaki ekkora méretekkel, ekkora zseni legyen, hatalmas egóra van szükség. Bartlinak a szerénységgel ritkán vádolható NBA játékosok között is hatalmas pofája volt, ami vagy kedvencé, vagy éppen céltáblává tette. Többször több csapatban próbálkozott bajnoki címmel, de nem járt sikerrel. A filli túl gyenge volt, a Sans rossz időben volt rossz helyen, hol pedig maga Chuck volt, aki csak tett a csapatnak, amikor nem mérte fel megfelelően a képességeit, és túlvállalta magát. A Rakic pedig már túl öreg volt ahhoz, hogy komolyan beleszóljon a bajnoki cím sorsába. Egy új korszak talán első meghatározó képviselője. A láb feletti magas ember, aki pontosan és volumenben dobja a triplákat. Előtte is voltak prototípusok, mint mondjuk Sambix, Moose, Perkins, aztán pedig megérkeztek a tökéletesített modellek, akik már ráadásul nem is úgy fordulnak, mint egy világháborús német tigristank, de az első, igazi, nekem mindig Dirk lesz. Az egyik legvalószínűtlenebb pályafutás az övé. Jó helyen volt és, és jó emberek vették körül. Ha ezek közül egyik sem stimmel, akkor lehet, hogy eltűnik a sűjesztőben és Európában fut be karriert. De volt egy város, Dallas, ahol akarták, és volt egy mentor, Holger Gesvinde, aki kihozta belőle a legtöbbet. Az ezeret forduló utáni korszak egyik legszimpatikusabb arca, akit a játék szeretete az utolsó, talán az utolsó utáni pillanatig a pályán tartott, aki nem tudott, de nem is akart igazán nemet mondani, legyen szó egy újabb kórházlátogatásról, vagy egy sokadik idióta videóbejátszásról, amit egy időkérésnél mutattak a Dallas eredményjelzőn. Olyan volt, mint mi, Hibázott, voltak rossz napjai, gyengébb évei, de ellentétben sokunknál meg tudott újulni. Meg tudta magát rázni, és végül felért a csúcsra, miközben új eszközt adott az edző kezébe, a stretch négyest. Aki berált a triplába, a középtávoliba, aki dolgozott leütésből, megfogta a pozíciót, és fiatalabb korában még az indítások végére is odaért. Lehet, hogy egy nálam objektívebb szakértő hátrébb sorolt volna a listán, bevallom nálam még előrébb volt, a harmadik helyről raktam ide egy hideg zuhany után, de soha nem fogom elfelejteni, amikor bajnok lett. 30 év alatt egyszer sem éreztem annyira, hogy rendben van a világ az NBA-ben, mint akkor. Ha egy titokzatos laborban összeállíthatnám magamat NBA játékosként, és mindenkiből ellophatnék egy alkotó elemet, akkor az ő motorját, az ő akaratát kérném. Abban a korban, amikor a posztján még izomkolosszusok játszottak, ez a srác úgy nézett ki, mint egy bocsáska. De senki nem volt nála keményebb. Belekezdődött újra bölcső rablás kora, ahogy Török Péter szerette hívni a gimnazisták draftolását, a Wolves látta meg benne a fantáziát, ő pedig pályafutása legszebb éveit a Minápolisnak ajándékozta, vagy éppen elpazarolta rájuk. Nézőpont kérdése. Az első 12 évében mindössze 6 normális csapattársa volt. Joe Smith, Stephen Marbury, Terrell Brandon, Sam Cassell, Wally Serbiak és Lateral Sprewell. Nem volt rendes edzője és nem volt hozzáértő szakvezetés a feje felett, hogy összehozza -e köré azt a csapatot, amit megérdemelt volna. Csodálatos, de sokat követelő mentor volt, sokban emlékeztet Butlerre, azzal a különbséggel, hogy amíg Jimmy a pályán meglehetősen visszafogott, addig Garnetnek be nem állt a szája, mindenkinek beszólt, mindenkinek neki ment, nem állt tőle távol egyébként a bullying sem. Ha pályán kívül Butler emlékeztetett, a pályán manapság az idei döntő egy másik résztvevője, Anthony Davis idézi meg a leginkább a szellemét, de megint mondom, Garnet aurája akkora volt, hogy be sem fért volna a buborék alá. Danny Hange megmentette, és Bostonban az egész világ megismerhette, mire képes a kölyök, aki akkor már bőven nem volt kölyök. torony magasan vezethetné ezt a listát, ha nem emberből faragták volna. De a páratlan fizikumhoz gyarló munka morál párosult. Képességeit jól jellemzi, hogy még így is négy bajnoki cím fűződik a nevéhez. Ha csak kicsivel jobban akar, ha csak kicsivel jobban passzolnak egymáshoz fejben Kobival, akkor könnyen lehet, hogy most nem arról szólna a vita, hogy Jordan vagy James minden idők legjobbja, mert a 7-8 bajnoki cím egyértelműen eldönteni a kérdést Onil javára. Nevetséges és megmagyarázhatatlan, hogy mindössze egyszer sikerült MVP-nek választani, pedig amikor Phil Jackson lett az edzője, azzal motiválta, hogy ezt a díjat majd róla kellene elnevezni O'Neill visszavonulása után. Nem tudom, hogy tényleg ő volt -e a most dominant ever, ahogy ő hívta magát, de az biztos, hogy én nem láttam hozzá hasonló erőt, és ez a tehetetlenség is páratlan volt, ami a védői szemében felcsillant, amikor munkához látott olyan erővel, olyan elánnal érkezett a ligába, hogy újon szezonja első hetében már ő lett a hét játékosa, ez addig senkinek nem sikerült. Amíg odafigyelt magára, illetve nem volt ideje elhízni, addig a magasság, a súly és a sebesség azóta sem látott kombinációját láttad a pályán. Aztán jöttek a hobbik, az extra kilók, fordított arányosságban csökkent a munkamorál, és a kosárlabda másodlagos lett. Végül hat csapat mezét töltötte magára 19 év alatt, ami a komolyan vehetőség határát súrolja, de sekerre mindig rá is játszott, és az elmúlt 20-30 évi legbítesebb fazonja volt, hatalmas mosolyjal és hatalmas szívvel. Nála képzettebb játékos nem játszotta ezt a játékot. A pálya mindkét oldalán a legszűkebb elitbe tartozott. Amikor egyszerre voltak csúcson Robinsonnal, akkor a párharcaikat ki lehetett volna állítani múzeumban. Az a könnyedség, az az elegancia, az a virtuozitás, mintha két műkorcsolyázót láttál volna a palánk alatt. Olyan dobócselei voltak, hogy még egy szobrot is megugrasztott volna. Olyan ritmus érzéke, mint egy jazzdobosnak, olyan lábmunkája, mint egy vízilabdázónak, és olyan testcselei, mint egy running backnek. Ha jó napja volt, nem tudtál vele mit csinálni, és ez nem olyan segfélet dömper dominancia volt, hanem száz százalék finesz. Amikor 1995-ben Robinson és Rodman, akik abban az évben mindketten bekerültek az év védőtösébe, megpróbálták megállítani a főcsoport döntőben a papíron esélytelenebb Balázsovont, ő 35 pontot, 12 lepattanót és 5 gólpaszt átlagot, és 6 meccs alatt hazazavarta a liga első spurs -t már 1986-ban döntött játszott, és jó időben ért fel másodszor a csúcsra, amikor Jordan először visszavonult. Kétszer is élt a lehetőséggel, először 1994-ben, másodszor pedig 1995-ben, amikor megmutatta a bajnok szívének az erejét. Az NBA történelmének egyik legnagyobb szégyene, hogy végül nem Texasban fejezte be a pályafutását, hanem Torontóban. A karma talán ezért is bünteti azóta is a Houston-t. Már csak az első helyzet van hátra, aki tökéletesen beleillik új minisorozatunkba, ahol az EBA Sportszal közös kollaborációban olyan sportolókat mutatok be, akikre illik a szlogenjük Play the game the right way. Amikor Gáborral az EBA sports elkezdtük összeállítani a sorozat lehetséges szereplőit, Duncan neve az első között merült fel. Persze annak, ha valaki úgy üzi a sportágát, ahogy kell, néha vannak hátulütői, Például Duncan Cson nélkül a lista legunalmasabb szereplője, úgyis mint személyiség és úgyis mint játékos. Annyira sallangmentes volt, hogy hiába próbáltak rá becerevet aggatni, egy sem tapadt meg de szükségesen volt rá. A játéka beszélt helyette. Mind játékstílusban, mind mentalitásban Robinson méltó utódja volt, mindkét palánk alatt dominált, de úgy, hogy ez sokszor csak másnap esett le, hogy Jézusom, mit láttam. Vannak játékosok, akiket akkor is érdemes figyelni, ha nincs nála a labda, vagy hogyha nem ő védekezik a labdáson. Duncan is ilyen volt, nem lógott el egy támadás vagy védekezés sem. Ha belefért, szívesen a háttérbe vonult és hagyta a csapattársakat érvényesülni, de ha arra volt szükség, akkor előre lépett és a csapat állt. Lehet, hogy a highlightjainál az is izgalmasabb, ha nézed, ahogy a fűnő, de hogyha meg akarod tanulni a játék működését, meg akarod érteni a belső mechanizmusokat, ha szeretnéd megtanulni, hogyan kell igazán jól védekezni, akkor Duncan az embered. Ahogy fogyott el a teste, úgy hagyatkozott egyre többet a fejére, a liga egyik legokosabb játékosa volt. Minden stílusban feltalálta magát, és erre szüksége is volt, hiszen pályafutása alatt a Spurs többször is hadrendet váltott. Az ikertornyokra épülő rendszerből egy nem túl szennyedgyönyörködtető, de hatékony korszakon keresztül 2014-re eljutunk a Beautiful Gaming és minden felfogásban bajnok tudott lenni. A hardware, az öt bajnoki cím, amivel ezen a listán csak Rodman veszi fel a versenyt, őt igazolja. A statisztikák csak részben. Egyrészt azért, mert távol állt tőle mindenféle rekordhajszolás, előrébb tartotta a csapatot és a győzelmet, másrészt azért, mert Popovicsék nagyon hamar felismerték a pihentetés jelentőségét, így 2005 után 35, 2011 után pedig már 30 perc alatt átlagolt, ami a statisztikáin is meglátszott. Nem túlzás azt állítani, hogy maradt még benne egy-két bajnoki cím, de semmi gond. Ezeket majd a dolgok jelenlegi állása szerint edzőként fogja megnyerni, amikor néhány éven belül majd leváltja Greg Popovicsot. Ahogy játékosként, ugye kispadon is, a megfelelő módon játszva. Így néz ki az én tízes listám, most ti jöttök, írjátok meg a kommentben a sajátotokat. Ha szeretnéd, hogy folytatódjon a sorozat, és minél több videó kerüljön fel a csatornára, akkor két módon segíthetsz. Egyrészt azzal, hogy itt vagy, nézel a videókat, megosztod, ha tetszik, aztán feliratkozol, és még be is kapcsolod az értesítéseket. Másrészt azzal, ha támogatsz a Patreonon és többek között, hamarabb hozzájutsz a videókhoz, mint a YouTube Premier. Köszönöm az elmúlt hónapban érkezett All Star patronusok támogatását, gondolok itt Banka Dánielre, Berkes Péterre, Fodor Barázsra, Tiborra, Nagy Sintiára, Nagy Rolandra és Szarvas Dánierre. Már gondolkozom, hogy mi legyen a következő videó, több jelentkező is van. Ha nem szeretnél lemaradni arról, hogy mi lesz majd ennek a témája, akkor Instagramon érdemes majd bekövetni. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, baska vagyok, sziasztok!